Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, mit fog tenni az ő következő lépése. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, akkor az személyes, passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük a kártyákat. Az első kérdés úgy hangzott, mi az ő gondolata, az itt látható ezen a képen. Ott áll ezen a kis szigeten. Egy olyan helyzetben, amikor nem tudja, mi fog következni. Tesz egy lépést előre vagy hátra, az is lehet, hogy lezuhan. És akkor elveszíti ezt a szigetet, ahol biztos még a talaj. Látható az is, hogy üres a zseb, tehát nincs nála semmi, se pénz, se posztó, és nem tudja hogyan tovább. Valami nagyon elbizonytalanította. A második kérdés úgy hangzik, hogyan érzi magát. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy látható itt a képen. Megvan az öröm, a vidámság, a mozgás, és te nyújtod számára ezt az élet örömet. És megjelensz az ő érzelmeiben, tehát ez a férfi szeret téged. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni. Itt látható a könnyűség, sőt, ez az esernyő jelenti azt, hogy véd téged. Közeledik hozzád, úgy ugrik feléd, nem jön üres kézzel, hiszen itt van a kezében egy ajándék, egy meglepetés. És az utolsó kártya itt középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható ez a hölgy, és ha te egy hölgy vagy, akkor te irányítod az eseményeket, minden úgy lesz, ahogy te akarod, hiszen itt látható, hogy te fontos vagy számára, te állsz a középpontban. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy meglepetést, egy ajándékod. Vagy te vagy egy ajándék számára, hiszen értékel téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!